Mára kijavították a vasárnap átadott és hétfőn elromlott metró szerelvényt. Délután már használhatta az utazóközönség. Közben a Közlekedő Tömeg című blog szerzője újabb hibát talált a felújított metrókocsin. Túlságosan magasra szerelték a mozgáskorlátozottak számára beépített ajtónyitót. Az LMP-s Csárdi Antal pedig azt látogatta, hogy mi lesz, ha az új atomerőműben jelentkezik majd hasonló hiba. Látom az igyekezetet, hogy mindenképpen kapjanak valami negatív információt. Kétkedve hallgatta a főpolgármester riporterünk kérdéseit az első felújított metró szerelvény vasárnapi átadásán. Az élet rácáfolt Tarlós Istvánra. Alig 24 órával azután, hogy forgalomba állt a kocsi, már ki is kellett vonni. A főpolgármester egyébként korábban azt ígérte, hogy a szerelvények 30 évig üzemben tarthatóak. Nem hogy 2047-ig, hanem még 47 órát sem bírt ki a tegnap elindított metrókocsi. A DK fővárosi képviselője szerint ezért kár volt eladósítani a várost. Budapest 60 milliárd forint hitelt vett fel a szerelvények ránc felvarrására. A demokratikus koalíció azt követeli, hogy a Tarlós István utasítsa a BKV-t, addig egy fillért se fizetsenek a metróvagonmasnak, amik nem működik normálisan, teljesen jól az új metrószerelvény. A BKV azt közölte, ingyen javítja ki a gyártó a hibát. Egyébként pedig nem szokatlan, ha egy új vagy felújított jármű a kezdeti időszakban meghibásodik. A hibaszámnak azonban gyorsan csökkennie kell, legalábbis a Metróért Egyesület elnöke szerint. Normál esetben ez lecsökken egy igen alacsony szintre, és ez tartja körülbelül az életének ugye a 70-80%-áig, és utána újból emelkedni kezd a meghibásodásoknak a száma. Közben a Közlekedő Tömeg című blogszerzője újabb problémát talált a szerelvénynél. Az orosz kivitelező figyelmen kívül hagyta a mozgáskorlátozottak igényeire vonatkozó ajánlást, és az ajtónyitó gombot a javasolt 1100 mm-nél magasabbra helyezte. Mi azonban azt gondoljuk. A Fidesz kommunikációs igazgatója egyébként nem az idő tényezőt tartja a legfontosabbnak a metró szerelvények kijavításánál. Hogyha emiatt késik néhány napot, vagy akár néhány hetet az új kocsik hasznabővétel, akkor inkább késsen, de semmiképpen se legyen semmiféle sérülés, biztonsági kockázatot nem lehet vállalni. Kívánja a párhuzamot a Paks 2 beruházás. Távlatos következtetéseket vont le a hibáról az LMP fővárosi képviselője. Higgyék el nekem! Ugyanez a helyzet, és hogyha a Paks 2 száll el egy héttel az üzembe helyezés után, a sokkal nagyobb baj. A BKV délutáni tájékoztatása szerint a szerelvény 16:30-kor újraindult a Kőbánya-Kispesti végállomásról.